református istentisztelet, ennyibe kerül a tanévkezdés, ünnepséget tartott a mozgássérültek Jász Nagykunszolnok Vármegyei Egyesületének karcagi csoportja, 2 órán belül elfogták. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2023. szeptember 4-én 18 óra 5 perckor. Isten tiszteletre várták a híveket a református nagy templomba. Istennek írott igéjét Jakab levele, 3. fejezetéből, az első 12 versből hallgassátok meg, kedves testvérek! Testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részünk. Mert sokat vétkeztünk mindnyájan, de ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember. Meg tudja fékezni az egész testét. Ha a lovak szájába zablát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, egész testüket irányíthatjuk. Íme a hajókat, bármilyen nagyok és bármilyen erős szelek, hajtják is őket egy egész kis kormányruddal, oda lehet irányítani, ahová a kormányos akarja. Ugyanígy a nyelv is, milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme egy parányi tűz, milyen nagy erdőt felgyújthat. A nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Olyan a nyelv tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezi. A lángba borítja egész életünket, miközben maga is lángba borul a gyehenna tüzétől. Mindenfajta vadállat és madár, csúszómászó és tengeri állat megszelídíthető, meg is szelídíti az ember. A nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszelídíteni. Fékezhetetlenül gonosz az, telve halálos méreggel. Ezzel áldjuk az Urat és Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket. Ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie. Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból árasztja-e az édes és a keserű vizet? Avagy teremhet-e, testvéreim, a füge olajbogyót és a szőlő fügét? Sós forrás nem adhat édes vizet. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet! A napokban elkezdtük olvasni Jakab levelét. Ki ez a Jakab? Jakab, így mondja a Biblia, az Úr testvére. Lehet ezt mindenféleképpen magyarázni, ahogyan mi is testvérek vagyunk egymásnak. Kedves testvéreim, szeretett testvéreim, igen, testvérek lehetünk a hitben, de képzeljük el, olvasom a Márk evangélium a 6. fejezetét, valami különlegeset fogunk hallani. Jézus eltávozott onnan, és aztán eljött a szombat, és tanítani kezdett a zsinagógában, ez Názáretben van. Sokan hallgatták, álmélkodva szóltak, honnan veszi mindezeket? Miféle bölcsesség az, amely neki adatott, és miféle csodák, amelyeket ez megtesz? Nem ez az Ács fia? A Mária fia? Jakabnak, Józsefnek, Júdásnak és Simonnak az édes testvére? Ez a Jakab, akinek a levelét olvastam, aki egyébként a kis-ázsiai, tehát a törökországi gyülekezeteknek írta, az Jézus édes testvére. Egy vérből való. Valamikor nem hitt Jézusnak, hiszen van egy ilyen történet, hogy megjelentek
Mária és a testvérek, és haza akarták vinni Jézust, mert hogy bolondságokat beszél. Ebből az állapotból a pünkösd után a lélek segedelmével ez a bizonyos Jakab megtért. És mint az Úr testvére, Jézus édes testvére, így kezdte el lelki gondozni a kis-ázsiai gyülekezeteket. De bennünket is 2000 év távlatából. Mégpedig oly módon, hogy egy olyan bűnünkre, egy olyan problémánkra irányítja a figyelmet, ami fölött elég hamar és elég gyakran úgy átsiklunk, átlendülünk. Ma már a második tanítási nap volt az iskolákban. A tanévkezdés bekerülési költségeinek néztünk utána. Sokan az utolsó napokra hagyták az egyes tanszerek beszerzését. Ezt a tollast. Melyiket? Tolla. Az melyik a tollast? Egész. Egy elég lesz. Árérzékenyek lettek a nagykunsági vásárlók is. Néhány helyen van, ahol a tavalyi áron kínált tanszerekkel várják az iskola kezdésre készülő családokat. Az augusztus hónapot szántuk arra, hogy elkezdtünk nézelődni, illetve elkezdtünk válogatni, bevonjuk a gyerkőcöt is a vásárlásba. Volt egy nagy bevásárlás, aztán átnéztük otthon a listát, és ami kimaradt, azt még így utolsó körben megvásároltuk. Ilyet is szeretnék. Én a nagyszülő vagyok, az édesapjám bevásárolt, és akkor néhány kiegészítőt még vettünk, mert ő mindig vásárolhat még. Itt meg aránylag elég jó nagy a választék, aztán még egy-két füzetet, színes ceruzát, ilyesmit vettünk hozzá. Az iskola kezdés költsége gyermekenként az 50 ezer forintot is meghaladhatja az idén, és ebben a méret és szezonváltás miatt szükséges ruhák ára nincs benne. Egy elsősnek körülbelül olyan 60-70 ezer forinttal számolhatunk, mert ebben benne van az iskolatáska, tolltartó, füzetek, szóval nagyon sok, az árak is nagyon sokat emelkedtek most az utolsó években, ezt mink is tapasztaljuk tulajdonképpen. Hát olyan 10-15%-kal feljebb mentek a papíráruk, írószerek jelenleg. Még szeptember közepéig elhúzódik nálunk ez a kis bevásárlás. Még az iskola megkezdés után is jövögetnek, hogy még ez hiányzik, az hiányzik, egy-két dolog. Még nagyon sokat szoktunk segíteni a szülőknek, még mindegyik szülővel tulajdonképpen személyesen foglalkozunk, hogy mindenkinek jó legyen a csomagjuk elkészítve. Még nagyobb kiadással néznek szembe az egyetemi hallgatók szülei, akik közül többeknek a kollégiumi díj vagy az albérlet, illetve adott esetben a tandíj jelent nagyobb anyagi megterhelést. A legjobban a kollégiumba bejutó hallgatók járnak, de a helyekért komoly küzdelem folyik. A kollégiumokban tavaly a diákok mindössze ötöde fért el, az albérlet viszont 100 000-es nagyságrendű kiadással is járhat, mint ahogy a tandíj is. Megtartotta a Rokkantak Világnapja alkalmából szervezett ünnepségét a mozgássérültek Jásznagykun-Szolnok Vármegyei Egyesületének karcagi csoportja. A 36 éve alakult csoport egy összetartó közösség, minden évben rendszeresen szerveznek találkozókat. A rendezvényen az egyesület vezetője köszöntötte a résztvevőket. Ezt követően a város egyik legnagyobb civil szervezeteként működő egyesületet a város nevében Szepesi Tibor polgármester köszöntötte. Nagyon nagy öröm az, hogy minden évben megrendezésre kerül ez a rendezvény, és egyre nagyobb létszámban és egyre többen vannak, és ez az a csoport, amely fokozatosan fejlődik, kitermeli magából azokat az új vezetőket, segítőket és azokat a programokat, amelyek összetartják ezt a csoportot. Én azt látom mindig, amikor ezen a rendezvényen itt vagyunk, összegyűlünk, hogy mosolyognak a szemek, mosolyognak az arcok, egymásra tetszenek figyelni, és nem csak ezen az egy rendezvényen, hanem az év minden napján. És talán ez a legfontosabb, hogy azokon a napokon is, amikor nem biztos, hogy mindenki örül, amikor valakinek segítségre van szüksége, akkor van hova fordulni. És ezért nagy dolog az, hogy ilyen létszámban van jelen ez a csoport, hogy mindig van kihez fordulni,
mindig lehet kihez oda menni segítségért, és ahogy ismerem a csoportot, hiszen nem csak az új csoportvezetővel, hanem a régi csoportvezető asszonnyal is beszéltünk, tárgyaltunk, és találkoztunk nagyon sokat. Én tudom, hogy maga a vezetőség is mindent megtesz azért, hogy ez a csoport működőképes legyen, sokáig fennmaradjon, és tudjanak segíteni egymásnak a társnak. A karcagi csoport a nulláról indult. Több mint 3 évtizeddel ezelőtt a tagok lelkesedése, kitartása érte azt el, hogy minden évben tudjanak találkozni. A rendezvényen jelen volt térségünk országgyűlési képviselője. Ezekben a csoportokban olyan emberek vannak, hogy ők segítenek. Ők önzetlenül segítenek a másiknak, egymásnak, és támogatják, segítik azokat is, akiknek lehet, hogy kevesebb problémája van, kevesebb baja van, de mégis, ha valakinek jó a szíve, önzetlen, akkor segít mindenkinek, aki rászorul. Még akkor is, hogyha ő van nehezebb helyzetben. És jó ebbe a társaságba eljönni, mert ahogy polgármester úr is mondta, sok minden van itt ebben a társaságban. Persze vannak betegségek, vannak problémák, vannak életnehézségek, de amikor egy kicsit oldódik a hangulat és telik az idő, akkor a jó hangulat, a jó kedv, a mosoly mindenképpen előjön. És sokkal vidámabb és jókedvűbb társaság, mint sok más, akinek talán kevesebb problémája van. És megtetszettek említeni 2 díjat. Kezdeném Pánti Ildikó, valaki nekem tanárom volt még, és tudom azt, hogy Pánti Ildikó annyiféle díjat kaphatna meg. Sokat is kapott, de kaphatna még többet. Mert nem csak pedagógus volt, nem csak városi vezető, hanem közösségszervező és igazi közösségi ember. És mindenképpen szeretnék neki gratulálni, mert mindig el szoktam mondani, hogy ami kevés jót tanultam az iskolában, annak nagy részét Pánti Ildikótól tanultam, mert egy nagyon türelmes pedagógus volt az olyan gyermekekkel, aki az átlagnál egy kicsit elevenebb volt, és én finoman így fogalmazom, az átlagnál egy kicsit elevenebb voltam. És a másik díjról szólva a települési környezetért díj, a Vármegyei Közgyűléstől kapta meg Karcagváros önkormányzata. Pontosabban Karcagváros vezetője, Szepesi Tibor vette át azt a díjat, amelyet Karcag város kapott. Mert egy ilyen díjat a város kap. Egy település környezetéért díjat nem egy ember tud szépé tenni egy települést. És hogyha mi karcagiak tudjuk, de itt a Nagykunságban, ha végigmegyünk egy utcán, akkor nyírva van a fű a ház előtt, fák vannak, virágok, bokrok vannak, egy település akkor szép és akkor egységes, büszkék vagyunk a főtérrel. Nagyon szép a parkunk, a sétakert, a park, de egy város akkor szép, amikor a kis utcák is szépek. És ha igényes lakók vannak, akkor az egész város szép tud lenni, és a polgármester vette át a díjat, de ugyan mi díjunk, a közdíjunk, egységesen, közösen tettünk azért, hogy ez a város szép legyen. A rendezvény zárásaként a tagok vidám műsorral készültek a résztvevőknek és a televízió nézőknek. Tiszaföldváron követett el lopásokat egy helyi férfi. Volt, hogy dinnyére, máskor csokira éhezett, de árgus szemekkel figyelte a lezáratlanul hagyott járműveket is. Egy tiszaföldvári lakos megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy a város belterületén leparkolt, ám lezáratlanul hagyott, lassú járműből eltulajdonított egy autós rádiót, egy ventilátort, továbbá több használati tárgyat. Bejelentést követően a tiszaföldvári rendőrök 2 órán belül elfogták és előállították a feltételezett elkövetőt, akit gyanúsítottként hallgattak ki. Az eltulajdonított értékeket Tiszaföldvár Epreskerti részén a Bozótosban találták meg. A 26 éves gyanúsított nem ismeretlen a rendőrök előtt, hiszen több bűncselekmény is van a rovásán. Tiszaföldváron egy családi házból görög dinnyéket gurított el, és egy lezáratlanul hagyott gépjárműből tulajdonított el értékeket. Továbbá az egyik helyi üzletben befalt 2 tábla csokoládét, több tábla édességet pedig a ruházata alá rejtett, azonban a biztonsági őr megakadályozta, hogy távozzon a boltból.
A terhíredott bűncselekményeket egyesített eljárásban vizsgálják a rendőrök. A Kunszentmártoni rendőrkapitányság 4 rendbeli lopásvédség elkövetése miatt nyomoz. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Médiacentrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!